Magyar stand a kínai rövidpályás úszó VB helyszínén, amely a 2019-es budapesti junior világbajnokságot népszerűsíti, de lesz 2020-as vizes sportágak EB-je is nálunk, ahogyan 2024-es rövidpályás VB, de a sor tovább bővülhet, 7 pályázó között vagyunk egy újabb vizes világbajnokságért 2025 vagy 2027-re. Az újrázás esélyeiről Vladár Sándor úszóelnökkel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A tavalyi VB után lettél a szövetség elnöke, de hát gondolom, hogy azokról a számokról, amik ezt a világbajnokságot és ezt a rendet is jellemzik, alig ha van bármilyen részlet, amit nem ismernél. Mi a kérdés? Abszolút. Hát a kérdés... Úgy gondolom, hogy igen. Igen, hát hogy képed van, és hogyha az összképet megnézzük, és levesszük azt, hogyha még egyszer pályázunk, akkor már nem kell építenünk egy Duna arénát, akkor az a kérdés igazából, hogy létezik-e olyan fogalom, lehet-e nyereséges VB-t rendezni? Kell-e nyereséges VB-t? Én azt gondolom, nem tudom erre a helyes választ. Uh-huh. Egy biztos, hogy ha az elmúlt időszakot végig tekintem, akkor elmondhatom azt, hogy a jövő évi junior VB-vel és azt követő EB, majd 2024 rövidpályás VB-vel kapcsolatban Magyarország talán elsőként a világon azok nemzetek közé tud emelkedni, aki a teljes sorozatot meg tudta csinálni. Tehát ez még a világon nem volt. 25-27 kapcsán ez egy előzetes jelentkezés volt, egy előzetes kormányzati vállalással. A pályázatokat januárba kell elkezdeni készíteni, április határidővel kell beadni, és majd június végén kerül sor döntésre, hogy 25-27. El kell mondjam egyébként, hogy igen erős indulók vannak még Magyarország mellett. USA, Ausztrália, Oroszország, Ukrajna. Tehát azért ezek szerintem erős megmérettetés, de ismerve az elmúlt időszak történéseit, hogy tudnilik a magyar úszás az már egy meghatározója a világ úszósportjának, és tudjuk azt is, hogy ezeket az eseményeket szívesen adja a FINA Magyarországnak, mert tudja azt, hogy ezeket az eseményeket jól meg tudjuk szervezni, tudja azt, hogy a nézőközönség jól fogja magát érezni, azt is tudja, hogy a magyarok szeretnek magyarok előtt versenyezni, és ez mindig egy hálás feladat Magyarországnak. Erre vagyok kíváncsi, hogy mit jelent egy ország csapatának a teljesítményében, a csapatot úgy értem, amikor föláll az a kontingens, aki elmegy egy világversenyre, a hazai pálya. Mert hogy az érdekes kérdés, hogy ha persze hipotetikusan feltesszük, hogy mondjuk egy világbajnokságot nem itt van, és összehasonlítjuk, hogy hány érem van, hogy kifejezhető ez adott esetben számokkal hát, is? Személyesen megtapasztalhattuk, akár most idén a világkupa kapcsán is, 25-ös rövidpályás világkupa volt, hogy a lelátók leszakadnak. Tehát teljesen mindegy, hogy hosszú Katinka jön ki, vagy egy B-válogatott, vagy ifi válogatott versenyzőnk, egyaránt olyan ováció van, ami egy olyan iszonyatos plusz power tud adni a versenyzőnek, hogy a lehető legjobbat tudja kihozni magából. Elnézést kérek, hogy a szabadfogású birkózó VB-t felemlítem, kint voltam, sajnos magyarok nem indultak ebben a szabadfogásunkban, tehát a hangulat nem volt olyan. A kötött fogásunk igen jó volt, ugyanezt el tudom mondani, hogy teljesen mindegy, hogy az a versenyző, aki kijön a rajtkőre, milyen szinten teljesít, a magyarok egyformán és egyforma erővel drukkolnak a lelátókról. Láttuk, sokan érzékelték, magam is ott voltam, hogy milyen volt a légköre a Duna Arénában ennek a legutóbbi vízes világbajnokságnak a lelátókon, amire az előbb utaltál. Nagyon fontos kérdés, hogy ez a, szerintem, hogy ez a világbajnokság és ez a rendezés, ez milyen sporthatalmi presztízs növekedést hozott, és milyen előnyt jelenthet ennél az újabb pályázatnál? Én azt gondolom, hogy a presztízsünk az megvan, tehát az elmúlt 10 évben számos európai és világversenyt rendezett Magyarország. Nekünk nem kell már bizonyítani, azt gondolom, szervezés kapcsán ezeket a versenyeket hibátlan és magas színvonalon rendeztük meg, és ez már talán ilyen elcsépelt gondolat, hogy minden idők legjobb, de nem csak a VB kapcsán, hanem most a világkupa kapcsán is azért a FINA rendezők ott levő vezető tisztviselők elmondták, hogy minden idők legjobbja volt. Azért mondtam, hogy
mi meg tudjuk ezeket a világversenyeket jól szervezni, rendezni. A presztízse az megvan, hiszen Magyarország nem csak azért híres, mert kiváló az úszósportja, ugye elmondtam, hanem azért is, mert ezeket valóban jól meg tudjuk szervezni. Nem lehet ez mit hozzátenni különösebben. Nyilvánvalóan egy világbajnokságot akár milliárd vagy több ember is végignézi, és engedje meg, hogy a Rasovszky Kristófot kiemeljem, aki Glasgow-ba nyílt vízen kb. 40 percen keresztül mutatta a televízió, mert hogy megtanulták jól közvetíteni a nyílt vízes versenyeket, és azt kell mondjam, hogy nem lehetett más hallani, csak Rasovszky Hungary. Tehát ennél jobb 40 percen keresztül, tehát ennél jobb hírvívője az ország imázsnak szerintem kevés van, mint az úszás. És hát mindenek után egy picit lehet mondani, hogy a magyar kultúra kicsit el van szigetelődve Európában, hiszen ez a nyelv és ez a kultúra azért egyedülálló, ami itt van. A sport lehet az, ami hírt visz, ami értéket ad pluszban Magyarországnak, és erre kiváló események ezek. Hát akkor ezekre a pályázatokra és ezekre a rendezésekre azt is lehet azt gondolom mondani, hogy a finálban úgy gondolkodnak ma már, hogy adjunk minden évben egy világversenyt a magyaroknak, akkor ma nyugodtan aludhatunk. Hát nem lesz gond a rendezésre, egyébként, nem? Egyébként igen. De azért azt is el kell mondjam, hogy a FINA elég jelentős nehézségeket tud támasztani. Tehát ott aztán megmondják azt is, hogy a periméter, ami a medence parton fut, az nem lehet 0,9 pixeles, hanem 0,6-os, és egyéb más súlyos nagy pénzekbe kerülő feltételeket szabnak, akár a világítás, akár hangtechnika, időmérő berendezések. Tehát nekem itt a két világkupa kapcsán, hiszen ebben azért már van tapasztalatom, és láttam ennek a szervezés folyamatát, súlyos milliók mentek el azzal, vagy 10 milliók lehet mondani, hogy olyan feltételeket szabtak meg például a időmérő panelek, hogy most az Evo chip vagy Microplus, ugye az egyik az egy magyarországi, a másik a FINA-nak a saját szponzora, hát a szor 4-be került, és technikailag ugyanazt tudta. Tehát ezek azok a dolgok, amiket be kell tartanunk, és olykor-olykor azért olyan magas egy ilyen világversenynek a rendezési költsége, mert ezeket az előírásokat be kell tartani. Igen, hát hogy meglehetősen kötött pályán kell játszani ilyen szempontból. Abszolút. Ugye már szó volt róla, a jövő áprilisig kell elkészülni a pályázattal, ugyanazok győztes csapaton ne változtas, ugyanazok készítik, mint a legutóbbi VB anyagát? Hát ebben még nincs döntés, egy picit úgy gondolom, hogy idő a késedelem, de inkább azt gondolom, hogy a 2019-es junior VB az, ahol egy picit meg vagyunk csúszva, hiszen jövő augusztusban Budapest rendezi a junior világbajnokságot, ott érzek kicsit veszélyt, hogy már föl kellett volna állni a szervező bizottságnak, mi egyébként megkezdtük, például a convention most Kínában, ami volt 8-10-ek között, többek között erről szólt, a Budapest Sport Főváros program együttműködve csináltunk egy nagyon szép kiállítást Kínában, nagyon sok látogatója volt, tehát hát 20-25, tehát most ugye nem teljesen világos az, hogy mint mi Magyar Úszószövetség ebben a most felállni készülő struktúrában milyen helyet kapunk szervezésben, hiszen az világosan meg lett mondva, és tudjuk, hogy a szervezésben jövőt tekintve, távoli jövőt tekintve a sportszövetségek annyira nem fognak helyet kapni. Igen, tehát ezt akartam is kérdezni, hogy mennyiben lesz az állami feladat, akkor ez még nem teljesen tisztázott. Igen, mi is szeretnénk ezt már látni, hiszen nekünk is könnyebb úgy tervezni az életet, ha tudjuk, hogy kihez kell igazodnunk. Igen, meg hogy mennyi feladat a szövetségé, mennyi másoké. 2024-ben rövidpályás úszóvilágbajnokság lesz a Duna Arénában, idén Kínában van, ott 3 női és 10 férfi úszó képviseli Magyarországot, késeli olyan a Milák Kristóf, Cseh László, Veraszló Dávid, Kozma Dominik sem indult. Ilyesmi hiányos világnévsor nem fordulhat elő 2024-ben nálunk, szóval hogyan kell arra törekedni, hogy mindenki ott legyen, mindenki itt legyen? Ez egy speciális helyzet volt, a fiatalokat említette Milák Kristóf későjön, azért látni kell, hogy ők 3 nagy versenyen vettek részt, ifjúsági olimpián ugye 7 aranyat hoztunk a 12-ből, az egész egyszerűen sok volt nekik,
elfáradtak, és nem tudják úgy képviselni Magyarországot, ezért teljesen jogos szakmai döntés volt az, hogy ezt a versenyt kihagyják. És végül hadd kérdezzem, ha már ezek a rendezési, szervezési terhek vagy nem terhek az úszószövetség, vagy kevési az úszószövetség, hát az energiák, ha mondjuk ezek a terhek nem az úszószövetségen vannak, nem tudom, az örömtelie, tehát hogy mire kellene itt leginkább most az energiák, hogyha azt nézzük, hogy világversenyek mellett mi most a legfontosabb tennivaló? Hát talán azzal két dolgot említenék, az egyik az, hogy talán 30 év után meg fog indulni a magyar úszásba a sport egészségügyi programunk. Ez egy nagyon nagy elmaradás a magyar úszásnak. Januártól talán egy stratégiai terv mentén végre beindul az a vizsgálati metodika, amivel a ifi és felnőtt válogatottjainkat tudjuk monitorozni, teljesítmény, diagnosztika, három pilléren, nem akarok erről hosszabban beszélni, de megindul, illetve elég nagy energiáját köti le a belső magnak és a periférián dolgozó kb. 30 kollégának a Minden gyerek tanuljon megúszni program, ami gyakorlatilag a kormányzati akarattal megegyező, vagy talán sugallta, hogy ilyenre szükség van. Én erre büszke vagyok egyébként, mert miniszterelnök úr a versenyképes és a profi jelzővel illette ezt a több mint 350 oldalas munkát, amit 50-en csináltunk meg 3 hónap alatt. Ennek átdolgozására van szükség, tehát ez egy nagy energiát fogja lekötni, azon túlmenően, amivel egy magyar úszószövetségnek foglalkoznia kell. Megcsináljuk a sportegészségügyet, és tényleg számos olyan eredménnyel büszkélkedhetek itt az elmúlt évben, ami talán az elmúlt évben, vagy évtizedekben nem volt még meg. Hát és hogyha minden gyerek megtanul úszni, akkor ezek a perspektívák is tágulhatnak tovább, mármint hogy a válogatás az nagyobb létszámból történhet majd. Nyilvánvalóan ez lehet az egyik célja, tehát túl azon, hogy lehet ezt mondani, hogy miért fontos az úszás, tehát most ez egyértelmű, és nem gondolom, hogy erről hosszan kellene beszélni. Természetesen az utánpótlás bázisának szélesítését is tudja szolgálni, és hát ennek vannak olyan hozadékai, amit mi szeretnénk megvalósítani, hogy például a oktatói licensz kreditpontok alapján végre a sporttörvényben meghatározott előírások teljesüljenek, ehhez kell egy végrehajtási rendelet ennek a sporttörvénynek. Mi szeretnénk, hogyha ez végre bekerülne és szavazásra kerülne, hiszen rendkívül fontosnak gondolom, hogy az úszásoktatásban résztvevő emberek, azok legyenek képzett oktatók, képzett. Tehát ne nyári munkások, meg ne úszómesterek, meg urambátyám, hanem olyan emberek dolgozzanak végre, akik értenek hozzá, és akikre szemünk fényét rábízhatjuk. Hát köszönöm szépen! Én is nagyon szépen köszönöm.